Az önkormányzat szervezésében immáron 8. alkalommal rendezték meg szeptember 5-én a prevenciós célokat szolgáló egészségnapot a Széchenyi fürdőben. A kerületben élők fontosnak tartják az egészségüket, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy több mint 300-an vettek részt a rendezvényen. Itt vagyunk újra a Széchenyi strandon, a Telizás önkormányzat szervezésében. Mit szól ez a kezdeményezéshez, illetve már nem is kezdeményezés, hiszen 4. éve megy. Én el vagyok ragadtatva, és nagyon örülök, hogy minden évben megrendezik kétszer, úgyhogy ha akármilyen beteg vagyok, akkor is eljövök. Miket tetszik kipróbálni ilyenkor? Végig tetszik menni minden lehetőségem? Végig megyek, mert tudok úszni, élményfürdőbe, szaunába, mindenfele. És ilyenkor meddig tetszik kimaradni, meddig tetszik élvezni? Este 6 óráig. Hányadik alkalommal tetszik kilátogatni a Széchenyi fürdőbe? Második alkalommal vagyok itt, és nagyon boldog vagyok, hogy részt vehetek ezen a fürdőnapon. Nagyon jót tesz az egészségemnek, és szeretném, hogyha ez máskor is a módom lenne ide eljönni és részt venni ezen az egészségnapon. Hát már most elnézést kérek a kedves nézőktől, de tegeződni fogunk, mert most már nagyon régóta ismerjük egymást. Úgy tudom, hogy már ma ez lesz a 8. egészségnap itt a Széchenyi fürdőben, és mindegyiken részt vettél, úgy, ahogy, ezt hozzá kell tennem, hogy a Hunyadi téri koncerteken is, hiszen mindig ott vagy, és velünk szórakozol. Én nagyon szeretem a Széchenyi fürdőt, mert ide járok gyermekkorom óta fürödni, és most, hogy az idősekkel vagyok a Benzül utcai otthonban, így nagyon jó. Társaságban vagyunk, mindent megkapunk, ami lehetséges, nagyon szeretjük ezt a helyet, minden vízfajta van, masszázs van, mi van még, nem is tudom. Játékok és tombola. Játékok, tombola, és hát mindig van valami kedves meglepetés vendég, aki eljön hozzánk és szórakoztat minket. Tartásjavító gerinckímélő vízitornaórák és a masszázs mellett az újdonság a keddi napon egy egészségügyi állapotfelmérés volt. A teszt segítségével a résztvevőknek lehetőségük nyílt a biológiai életkoruk megismerésére, ellenőrizhették a csontszövetük állapotát, szervezetükben lévő izom és zsírmennyiségét, az izomtömegüket, valamint hasznos tanácsokat kaptak életvitelükkel és étkezési szokásaikkal kapcsolatban. Hassai Zsófia polgármester köszöntője után következett a már hagyománnyá vált koncert. Hát sok-sok szeretettel köszöntöm a terézvárosiakat itt a Széchenyi fürdőben. Én már 8. alkalommal rendezi meg önkormányzatunk ezt az egészségnapot, ami a mozgásról, a vízről, a víznek a jótékony hatásáról szól. Én azt hiszem, hogy ez mindannyiunk örömét szolgálja, hiszen az egészségnek tényleg egy lényeges formája a mozgás, és különösképpen egy ilyen gyógyvízben a mozgás, az mindenkinek jót tesz. A Széchenyi fürdőben vagyunk, Terézváros egészségnapot tartunk, és a nyugdíjasoknak kellemes napot kívánok. Nagyon kedvező ez a nap nekünk. Talán a múltkori nem 40 fokos meleg van, hanem egy kellemesebb 27 fokos melegben érezzék jól a nyugdíjasok magukat. 11 óráig vártuk a kedves ügyfeleket, de akik egyébként problémásak vagy betegebbek, azok ide érhetnek 12 óráig is. Ezentúl is, jövőre is, úgyhogy szeretettel várjuk őket. Mi már 8. alkalommal hívjuk ide a kerületi szépkorúakat a Széchenyi fürdőbe, és a mai alkalomra sikerült még a nyárútól kapcsán igazán egy szép napsütéses napot varázsolni.
szeretném megköszönni kollégáimnak, elsősorban Stein Gabinak, hogy ezt lehetővé tette. Én azt gondolom, hogy ma is mindenki nagyon jól érzi magát, és hát nem csak a jó érzésekről, hanem természetesen az egészségről szól itt a Széchenyi fürdőben a mai nap is, hiszen ugyanúgy lehetőség van most is a masszástól a vízitornáig mindenre, hogy a korábbi években is, és természetesen sztárfellépőnk, meglepetés vendégünk is megérkezett már. És természetesen az egészségnapok is folytatódnak, a szűrőnapok. Éppen most szeptember 25-én lesz a következő alkalom, az 5-ös 10-ben, amikor a lakosság kérésére ismét bőrgyógyászati rákszűrést fognak végezni a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat orvos kollégái. Ez egy igaz élménynap volt nekem. Tudom, hogy egészségnapnak hívjuk, de legyen élménynap is, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek már második alkalommal, és köszönöm a Terézvárosi Önkormányzat meghívását, polgármester asszony meghívását, ugyanis hát 2 éve ezelőtt pont ilyen jó időben, pont ugyanígy, csak 2 éve fiatalabban itt voltam, és hát fantasztikus hangulat volt valóban akkor is. A nyugdíjasok, a szépkorúak, az örök fiatalok, nem szeretem ezt a szót, örök fiatalok. Mi egy generáció vagyunk lényegében, úgyhogy örülök annak, hogy velük lehetek egy kicsit, és ráadásul olyan dalokat hozhatok nekik ajándékba, amit ők jól ismernek, már igaz, hogy mástól, de hát ugye én feldolgozásokat vállalok, az én feladatom az életemben ez, hogy ezeket szeretem, ezeket az élményeket, a régi emlékeket kicsit felidézni, és újra kicsit átgondolni, és elénekelni, és hát rájuk számíthatok. Most is számíthattam, most is fantasztikusak voltak, most is édesek voltak, és örülök, hogy van egy ilyen lehetőség, amikor csak ők a főszereplők. Tehát itt van ugye masszázs, kicsit fürdés, kis buli, úgyhogy kellenek ilyen napok. Az ő életükben is, meg a miénkben is sok-sok ilyen nap kell, amikor kicsit önfeledten, felszabadultan tudunk egymással is együtt lenni és szórakozni. A vonat nem vár, a sorokó áll, ha, 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 és a szerelem, ha beindul, nincs megállás. A vonat nem vár, ho, ho, elindult már, ha, 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 és a szerelem vonatból, nincs kiszállás. Miért is nem? Ma nem volt azért annyira kegyes hozzánk az időjárás, de azért még mindig itt tetszenek lenni, még mindig tetszenek élvezni, a Terézváros adta lehetőséget. Hogy érezték magukat? Nagyon jól, és nagyon szép volt az idő, igazán nem mondhatunk semmit. A nap lement, de jó idő van, nagyon jó volt, műsor is volt, jól éreztük magunkat, a víz is nagyon jó volt. Miket tetszettek kipróbálni? Melyik vizet? Kintit, bentit? Kintit úszás volt, bentit a meleg vízben voltunk, úgyhogy nagyon kellemes volt az idő is, és jó volt. Kicsit estére romlott, de attól függetlenül még itt vagyunk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a önkormányzatnak. Utolsó akvat fitness órát tartanak itt épp a kollégák a hátad mögött. Milyen nap volt ma? Mert ugye nagyon szép idővel kezdődött, most azért elég hűvösre fordult, viszont teli van a medence, illetve a fitness órára sokan jöttek. Hát voltak nagyon kitartóak is, akik egész nap maradtak. Délelőtt ugye, ahogy mondtad, jobb idő volt, akkor kicsit ilyen táncosabbra vettük, volt mélyvízi, sekélyvízi, és most az utolsó nyújtást tartják. Meddig lehet egy ilyet csinálni? Tehát, hogy most van olyan, aki végigcsinálja ezeket a órákat? Hát az elején volt egy bemelegítés, utána volt erősebb, és volt, aki végigcsinálta, igen. Váltogattuk azt, hogy egy kicsit keményebb, kicsit pihenősebb, keményebb, pihenősebb. Az idősek mennyire bírják ezeket az órákat, illetve kiknek ajánlod? Van-e korosztály?
a korosztály. Én a tapasztalatom, hogy inkább 40-től fölfele jönnek, mert hogy a nagyon fiatalok még sok mindent csinálhatnak, és nem annyira félnek a sérülésektől. De aki már tapasztalta, hogy azért itt-ott fáj, lehet a sportból is sérülés, az jobban figyel, és ezért preferálják az aquafitness-t. Amire kell figyelni, hogy a nagyon meleg vízben magas vérnyomásra nem ajánlott, úgyhogy őket inkább hűvösebbe küldjük, de aki meg fázósabb, az meg inkább a meleget részesíti előnyben. Tehát nyugodtan kimondhatod, hogy a mai szépkorúak, a terézvárosi szépkorúak hősök voltak, hősök, ugye? Hősök voltak, fit hősök, igen. Csodálkozom a szörökön, hogy bírják egész nap ezt a stapát, mert ez egy nagyon-nagyon kemény munka. Hát igazából én aromaterapeuta vagyok, és én ajurvidás testmasszást alkalmaztam itt az időskorú hölgyeken, meg férfiakon. Tényleg nagyon fárasztó, de annyira csodálatos, megmondom őszintén, mert mindenki egy külön egyéniség, és annyi mindent adnak egy ilyen masszázzsal, avval, hogy én adom egy energiát, ők meg visszaadnak nekem egy ilyen szeretetet, és mindenki várja ezt a mai napot. És én már tegnap pont meséltem az üzletbe a vendégemnek, hogy annyira jó lesz a mai nap, mert hogy megint egy találkozom ezek az emberek, akivel minden évben kétszer összefutok, akiket megmasszírozhatok, megérinthetek. És ez a korosztály, ez a szép korú a korosztálya, nem olyan, mint mi. Tehát nekik az érintés egészen más jelent. Ők sokkal távolabb vannak ettől a fogalomtól. Tehát az, hogy megérintettem őket, egy illóolajat rátehetek a gerincükre, és végig simíthatom a gerincüket. Úgy érzem, hogy így megbirzseregnek, meg úgy érzem, hogy úgy eljut hozzájuk ez az érintés, és szerintem ez a boldogságot adhatok nekik, és ezt visszakapom tőlük a szavakkal, tettekkel, úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt lehetek minden évben kétszer, megmondom őszintén. Meg hogy mindenki elmesél az élettörténeteit egy 10 perc alatt. Van olyan hölgy példa, akivel megismerkedtem, 12 gyermeknek adott életet, 31 unokája van, szerintem ez olyan csodálatos, hogy tényleg az ember így meghatódik tőle. Stábunk kitartó, alázatos munkáját látva, még a Formosa televízió riportere Vejmin is kedvet kapott egy kis rögtönzött bejelentkezéshez. Hello, Teresvárosi! Nagyon jó ez a viendő! Negyed 60, nagyon szépen eltelt az idő, és kegyes is voltak hozzánk az égiek, mert azért nem mondhatni, hogy azért kegyetlenül hideg volt, ám bár voltak egy kicsit hűvösebb pillanatok. Hogy éreztétek magatokat? Köszönöm szépen, nagyon jól éreztem magam, én már 4:10-kor ideértem, és el is foglaltam a helyem, és azóta el sem mentem, csak mikor a vízbe mentem, és nagyon szépen köszönjük a polgármesteri hivatalnak, meg a polgármesterasszonynak, hogy ez a lehetőség van nekünk, és még egyet megköszönök, hogy már megkaptam az étkezési utalványt, és azt is nagyon szépen köszönöm. A második alkalommal vagy itt a fürdőben. Milyen tapasztalata? Mennyivel változott az első a másodikhoz képest? Ugyan egy-két hónap telt el, de mégis. Én már alig vártam a második alkalmat, ezt őszintén mondva, mert az elsőn is nagyon jól éreztem magam, de ma is nagyon csodálatos volt. Az idő is ugye nekünk dolgozott, mert nagyon szép idő lett, és a múltkor, mikor készítettünk egy interjút, akkor nagyon bántott, mert elfelejtettem mondani, hogy köszönjük meg a polgármesterasszonynak, az önkormányzatnak, hogy ilyen lehetőséget biztosít a szépkorúak számára. Ez egy olyan élmény, és úgy tudunk neki örülni, azt, hogy jött a
szórakoztató műsor Csonka Bandival, nagyon jól éreztük magunkat. Az rengeteg torna, a vízben, a masszázs, minden, csak hálás köszönetemet tudom kifejezni. Ha már Csonka András művész úrnál tartunk, azért láttam, hogy azért nagyon-nagyon énekeltetek velük, kicsit táncoltatok is, hiszen fantasztikus nagy slágereket hozott el nektek. Visszahozta fiatalságunkat, vagyis legalábbis emlékeztetett rá, hogy valamikor mi is fújtuk és táncoltunk rá. Miért szeret Terézvárosban élni? Mi köti ide önt a családon kívül? Én így szeretek lenni. Hát itt a Nagymező utcát mindenki ismeri. Hát itt olyan forgalom van, két kamera figyel, úgyhogy itt is csak legtöbbször angolul beszélnek, és minden ott van a közelbe. Hogyha meg akarok inni este egy pohár vagy üveg, sőt pohárt nem, mert az nagyon drága, hanem üzletbe veszek egy üveg sört, akkor lemegyek és iszom egy hideg, olcsó. Mi a kedvence itt a hatodik kertben? Melyik helyet tetszik, szeretne legjobban? Legjobban azt szeretem, ahol lakom. Mert ott van az Operettszínház, ahol szívesen szoktunk menni többször. Hát pont szembe vagyok Rézsút az Operettszínháznak. Úgyhogy én Honti Annával a Csárdás királynőt kétszer láttam például. Azóta kaptam jegyet már az Operettszínházba, de a Csárdás királynőre, de nem mentem el. Visszaadtam, mondtam, én azt az élményt, ami a Felekivel, Honti Annával volt, Hornnal, meg Rátonyi. Hát igen, mert ezek a nagyokat már nem lehet utánozni, tehát nem lehet pottolni. Tehát jönnek a fiatalok, ez az életrendje. Még azt tessék nekem elmondani, hogy érezte magát itt ma a standon? Hát nagy kellemes volt, nem volt az a borzasztó nagy meleg, de az a baj, hogy egy évben csak kétszer van ilyen lehetőség. Jelenleg 18:36 perc van, és azért azt látom, hogy elmenekednek a terézvárosiak. Kifáradtak-e, azt mondták, itt tud közben nekünk, mennek. Hogy érezted magad? Én, mint mindig, nagyon jól éreztem magam. Én a legelején is említettem, hogy a Széchenyi fürdő egy olyan hely, ahol az ember télen-nyáron jól érzi magát, és ebben az ősz meg a tavasz is benne van. Úgyhogy én gyakorlatilag ugyanazokat végig csináltam, amiket szoktam, a szaunától az élménymedencéig, a gyógymedence, a vízitornát, ugye jókat bulisztunk a Csonka Andrissal, megmasszíroztak alaposan, tehát gyakorlatilag ugyanazokat a dolgokat végigcsináltam, ami egy újdonság volt, és amit szintén nagyon köszönünk, hogy volt egy testelemzés, egy hölgy itt volt, és elmondta mindenkinek, hogy milyen állapotban van a szervezetének az a része, amit úgy egyébként nem látunk. Ez egy érdekesség volt számomra. Úgy összefoglalva, én mindig nagyon jól éreztem magam, ugyan kicsit hűvösebb volt az idő, tehát nem tényleg igazad van, hogy ez egy inkább már őszi nap volt, de mindezzel együtt én ezt nagyon köszönöm a lehetőséget az önkormányzati képviselőtestületnek, hogy idén is másodszor is lehetővé tették, hogy végig élvezzük ezt a napot. Reggel 9 érkezett stábunk a Széchenyi fürdőbe, ahol a Terézváros önkormányzat 8. alkalommal várta a szépkorúakat. Reggel napsütés volt, most este 7 órakor elkezdett esni az eső, ami tulajdonképpen az ősz kezdetét is jelentheti. Sok-sok élménnyel távoztak a szépkorúak, annak reményében, hogy jövőre ugyanitt találkozunk újból. Szalai Zsolt, 6-os csatorna, Budapest.